Elkészültek a település képi arculati kézikönyvek 2018-ban. Országos szinten ez mintegy 3200 települést érintett. Az arculati könyvek célja az volt, hogy egyedi környezeti kultúrájukat és értékeiket megőrizzék a települések. Jelenleg a megyei területrendezési terv módosítása van folyamatban. Ez már egységes jelkulccsal és egységes metodika alapján. Az új földhivatali digitális alaptérképre készül majd el, új ágazati adatszolgáltatás igénybevételével. Ezt a társadalmasítás első lépcsőfokának nevezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főépítész. A módosítás igazából a területrendezési tervek egy ilyen 5-7 éves, ilyen középtávú tervek. Mi utoljára 2011-ben fogadtuk el az utolsót, és sajnos akkor 2013-ban később készült el az országos rendezési terv, holott fordítva kellene lennie. Na most ezt próbáljuk, ezt a hiányt, illetve a kormányzatnak az a célja, hogy ezt a hiányt, illetve problémát oldja fel, és egyidejűleg készítse el az országos rendezési tervet, a megyei rendezési tervet, valamint majd a településeknek is el kell készíteni a saját terveiket, illetve hát módosítani, felülvizsgálni. A területrendezési tervek egy hierarchikus rendszerben vannak felépítve. Ez a sorrend az országossal indul, amelyek a főbb elemeket tartalmazzák. A megyei már egy fokkal részletesebb. Itt például már az egyszámú főutak mellett a mellékutak és a kerékpárutak is bekerülnek. A települések terveiben pedig már a belterület felhasználása, illetve egyéb infrastruktúrális elemek is megjelennek. Ez a három egymásra épül, így egymás elemeit kötelező betartani. A másik nagyon fontos eleme ennek a területrendezési tervnek, hogy ezek már KEDD alapúak lesznek. Hát aki a számítógépes világban jártas, az rögtön tudja, hogy ugye a PDF-es formátumokat, hogyha felnagyítjuk, akkor minden nagyítódik, tehát a vonalak is ötszörösére, tízszeresére, akár hányszorosára nagyítódnak. Itt viszont nagyon pontos elemekkel tudunk dolgozni, és már országos és megyei szinten is telekhatáronként fogják a különböző terület felhasználásokat lehatárolni. Tóth László azt is hozzátette, egy település területrendezési terve akkor jó, ha minél ritkábban kell azon módosítani. A megyei terveket ezzel szemben 5-7 évenként elegendő változtatni. Egy-egy fejlesztési elem esetén azonban szükséges a települési tervek módosítása.